Én azt látom, hogy nem, főleg egy demokráciában nem lehet ezt vég nélkül csinálni, és én ezért azt gondolom, hogy a Gyurcsány kormány az ahhoz az emberhez hasonlít, aki kiugrott a tizedikről, és minden emeletnél megállapítja, hogy eddig még jó. De azért, de a külső szemlélők azért azt gondolják, hogy mégsem baj van. És persze kitűnő statisztikákat lehet idősorokat hozni. Elemezzük a történéseket. A 9. emelettől a 3. emeletig. Semmi probléma. Lehet azon bibelődni, hogy az összenergiánkból a helyzetenergia és a mozgásenergia hogyan állnak egymáshoz, de egyébként nézzék meg emberek. Itt van egész hosszú idősorunk van. 9., 8., 7., 6., minden rendben van. Mi a baj? De mindenki tudja, hogy baj van. És ez a földszinten ez ki is fog derülni.